Szeretettel köszöntök mindenkit, mai beszélgető társam, szilvás Judit, fengsúlyi szakértő, szervusz és köszöntöm Igen. telek, és, és köszönöm, hogy eljöttél. E e, igazából az, hogy fengsúlyi szakértő, itt már itt az adásról picikét beszélgettünk, hogy én egy ilyen hagyományos, racionális férfi vagyok, sör, meg pörkölt, meg nem tudom, elültetem a növényt és öntözöm, és akkor minden rendben lesz. De azért természetesen pályám során én is nagyon sok olyan cikkel meg Facebook poszttal, mindenfélevel találkoztam, meg hát igényel, hogy hát tudom, valaki fengsúlyi kertet vagy fengsúlyi ergét szeretne. És igazából ameddig egy nagyon fiatal voltam, addig néha szórakoztunk is, hogy hát fengsúly, hát persze, hát az megy mindenkinek. É, és, és, és hogy mit te akkor, mit, mit is csinálnánk, hogy, hogy igen, hogy akkor a, a kerti szegét azt ferdén tesszük le, és akkor az már fengsúlyi. Na, de most nem. Ne, ne, ne Ezeket a cinikus emlékeimre a, a, akartam alapozni ezt a műsort, hanem arra, hogy te úgy hirdeted magad, hogy te fengsúlyi szakértő vagy, és előadásokat tartasz, és tanácsokat adsz, és engem nagyon érdekelne az, hogy hát, engem, mint egyszerű racionális férfit, hogyan tudsz, hát nem is meggyőzni, de de, 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 de hogy hogyan, hogyan tud, tudod valakinek a gondolkodásmódját befolyásolni, kertészkedésről beszélünk, kertépítésről, növények elhelyezéséről, aki esetleg ebben hát nem hisz, vagy, kev, vagy, vagy egész egyszerűen nem is az, hogy nem hisz, hanem hogy nem tartja annyira fontosnak. Kezdjük azzal, hogy mit is jelent az a szó, hogy fengshui, szél és víz, ez a hivatalos fordítása. De milyen nyelvről? Kínai nyelvről, uh -huh. ugyanis ez az ősi kínai térrendezés művészete, Először a temetkezési helyeknek a kiválasztásával kezdődött ez a filozófia, ugyanis úgy gondolták, hogy ha jó helyre temetkeznek, akkor az ősök szellemei segítik a következő generációknak az életét. Tehát soha nem vízpartra, hanem inkább domboldalra temették a hallottaikat, és kiszámolták, hogy a fejük melyik égtájba mutasson, és nagyon ápolták természetesen a sírokat. Aztán észrevették azt, hogy különböző épületek tájolásából adódóan egyik család szerencsésebben élt, mint a másik, hogyha elmentek portyázó körútra, akkor több halat tudtak, vagy vadat tudtak begyűjteni, vadászni, és az így az egyik család jobban élt, a másik kevésbé, és ezt is elkezdték figyelni, hogy nem mindegy, hogy az ők is kunyhójuknak a tájolása milyen. És elkezdtek foglalkozni azzal, hogy mi is az igazi jó tájolás, hogy az épületeiket ugye majd a későbbiekben hogyan illesszék be a tájba. Hogyan kapjon az az épület a környező hegyekből, völgyekből, folyókból támogató energiát? Ezek ilyen láthatatlan energiák, amiről beszélek. Ez a csí áramlása, ez a csí, ez az életenergia, ami az emberi szervezetben is működik. Egy ilyen körkörösen, spirálisan mozgó energia, ami az egész univerzumot áthatja, és minden így növekszik. Tehát, hogyha megnézzünk egy fát, a fán is az évgyűrűk spirálisan vannak, vagy gyűrűsen vannak, a csigák, a csigaház is, az is spirálisan nő, a csillagok, bolygók mozgása is minden ilyen spirálisan, körkörösen működik körülöttünk, tehát azt figyelték meg, hogy az az igazi jó épület, amely mögött van egy magas hegy, tehát meg van támasztva. Ha szembálunk az épülettel, akkor a jobboldali domborzat az magasabb, mint a baloldali domborzat és az épületből kinézve pedig egy kicsi dombra látunk rá, nem egy nagy hegyre, hanem egy kicsi dombra, és még előttünk folyik valami víz. Tehát ez lenne az igazi, ezt gondoljuk el, tehát így, így nem, nehéz így belegondolni, hogy mi hát is ez picit a helyzet. Igen. Olyan, mint egy karosszék. Uh -huh. Oké. Okay? Tehát ülünk a karosszékbe, ott van a mi épületünknek az alja, és hátunk mögött ugyan van a háttámla, és valami egy szép fal szemközt, ami rálátunk. Ezt a csít egy picit annyiból magyaráz meg nekem, hogy mondok egy példát, kim, kimegyek egy kertbe, amiben hát én is hiszek, vagy én nem is tudom, hogy ezt, ezt hitnek, vagy mindenkinek kéne nevezni, és mondjuk kimész egy kertbe, és mondjuk átlátható az egész, tehát akkor egyrészt nem unalmas, vagy pedig vannak benne fák, cserjék, különböző ilyen, 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 ilyen zöld foltok, és a nagy kérdés, hogy amikor hátrafordulsz, tehát, tehát visszafordulsz rá, tehát hátra mész a kertbe, ráfordulsz a házra, akkor a hátad mögött a diszkomfort érzeted van, mert a szomszédok meg, meg kívülről be lehet látni, mert a kert az én értelmezésemben az egy ilyen zárt világ, édenkert, meg arborétumok kertje, meg ezek a nagy híres kertek, mindig úgy képzeljük el, hogy, hogy, hogy körbe van véve valamivel, fallal, inkább élő növényjel, és alapvetően morajt azt hallott, hogy mi van kívül, de hogy nem látnak be, és mégiscsak egy ilyen intim hely. És hogyha ha mondjuk egy kert az nincs így körbevéve, mondjuk növényekkel, most egy teljesen egyszerű hétköznapi városi kertről beszélek, hanem át lehet látni, akkor ott diszkomfort érzete van az embernek, nem szívesen ül ki, hölgyek nem szeretnek kimenni napozni, stb. Most ennek, amiről én beszélek, hogy, hogy komfortosan érzed, vagy nem komfortosan, ennek van bármi köze ahhoz, amit te mondasz? Természetesen, hát ez egy élet Tehát ugyanarról érzés. beszélünk szemben? Ugyanarról beszélünk. Ugyanarról beszélünk. Én itt Ú, csak lehet, a... hogy fengsúlyi kertész vagyok. Biztos, biztos. Tehát, hogyha valaki ráérez erre a pozitív energiára, akkor már ösztönszerűen is tudhatja, hogy mit hova ültessünk. Tehát biztos, hogy a ház mögé magasabb növényeket, magasabb növénysort, vagy nagy magasabb fákat fogok ültetni. A házzal szembe áll a jobb oldalra, szintén magasat, és baloldalra pedig alacsonyabbakat. Akkor tulajdonképpen az, hogy a Magyarországon hogy a szoktuk azt mondani, hogy hát nem nagyon szereti az ember a saját szomszédját, és akkor szereti valami magas sövényel elválasztani, de akkor ezt tulajdonképpen ezt szabadítsuk fel magunkat, hogy akkor nem az utálatból, vagy, a, vagy az udvariatlanságból fakad, hanem abból, hogy mindenki ezt a karosszéket, ezt a védő, óvó, és kuckót akarja megteremteni a kertjében, mert én például ezt abszolút észreveszem az embereken, tehát hogyha ha egy kertervezésben van tíz pont, a, hogy mit szeretné az emberek a kertekbe, akkor az első az az, hogy legyen körbeültetve olyan zöld tömeggel, ami alacsony, közepes, meg, meg, nagyon magas, tehát nem csak egy cserjes óra kell gondolni, hanem fákra is, stb., amivel körbeöleli a kertjét. Tehát ez valahogy ez nagyon belülről jön. Ez, egy, ez a mikroklíma. Ez a mikro fengsúly, hogy az én kertemnek, az én épületemnek jó legyen a fengsúlya. -ja. Na most a, a mondtuk, az a körkörös spirális, íves áramlás, mozgás, és van egy másik energia, amit muszáj tárgyalnunk, mielőtt még belemennénk a dolgunkba, ez pedig az egyenes irányú ö, vonal, vezetés, amelyet sának neveznek. Ilyen az, amikor a kertkaputól megépítek egy járdát az épület ajtajáig úgy, hogy teljesen egyenes, nincs benne ív. És az jó vagy nem jó? Nem jó. Mert ez a sá, ez támadó. Tehát annak a, a odavezető útnak egy kicsit ívesnek kell lenni, mert az ember így szeret, tehát ívesen szeret menni. Szerintem, amikor, amikor tudod, vannak, amikor a gyepszégélyeket leteszik a kertekbe, akkor ott, hogy hát egyrészt szerintem nagyon bután néz ki, amikor mondjuk egy két 300 négyzetméteres kertbe, nem tudom, ilyen három méterenként ívet vált, tehát az kicsit ilyen túlzásnak érzem, de hogy amikor mondjuk szép elegáns íveket húznak, és nem szögegyenes, az, az ugyanebből fakad? Persze, persze, ugyanígy, de hogyha már egyenes, akkor ültethetünk növényeket, tehát olyan bokrokat, amelyek egy kicsit ránőnek magára a járdára, és hogyha átellenesen ültetjük be őket, tudunk ebből a sából csít generálni. Nem tudom, hogy érthető hát, ez, te, hogy hogy mondjuk gondolom? például van egy csomó, hogy nagyon racionális dologgal fog erre válaszolni, hogy, hogy bizonyos ilyen kerti téglakövekkel, térkövekkel, amikkel a szegélyeket építjük, e, ugye, ami alapvetően a gyepfeletet elválasztja az ágyásoktól, e, nagyon nehéz velük kanyarodni szépen, mert hogy ugye, ahogy ugye két ilyen felületet egymás mellé tesz egy picit kanyar, ott mindig lesznek háromszögek, akkor azt mivel öntött ki, hát ma már nem használunk szurkot, hanem akkor ilyen, ilyen cementes akármi, nagyon sokszor kifagy, és akkor akkor szoktam azt mondani, hogy szerintem, és én egyébként hát ilyen, ilyen, szempontból nagyon politén vagyok, én a legegyszerűbb betonfelületeket szeretem használni, a kerbe, amit szörnyűséges kimondani, inkább, mint az őszi szintér köt meg ezeket, mert hogy szerintem egy kerbe, az, tehát, tehát, tehát a növényeknek kell díszíteni, és a növényeknek kell oldani azt a merev hangulatot, amit egyébként a beton, mert az, az valamennyire szükséges, ugye meg, ugye, meg ugye a különbözően kezelt fafelületek adnak, mert hogy azzal szerintem nincsen feltétlenül baj, hogy mondjuk egy út az nagyon egyenes, mert hát van, hogy ez három méterről beszélünk, az abba beleépítenék kanyart, ugye, nem annyira egyszerű. Igen. De ezt aztán lehet oldani, mondjuk. Növényekkel is tulajdonképpen ugyanazt érjük el vele? Ugyanazt. Igen. Tehát egy kicsit ráfuttatjuk két oldalon, átellenesen a magára az útra. Ugyanúgy akkor tehetünk ö, megvilágítást is. Tehát most már ezek a kis szalárlámpák, azok is ö, irányítják a csít, azt tehetjük a kertünk különböző szegletébe. Na most a következő kérdés az, hogy milyen alakú a kertünk? Hát a legjobb, hát az a hogyha. Tulajdonképpen lapon van szépen mert <laughs> hát, hát igen, általában... de hogy miért vásároltuk? Négyzet, téglalap, háromszög alakú. Én például a téglalapokat sokkal jobban szeretem, mint a négyzetet. Persze. De miért van ez? De akkor hogy? Hogy téglalap? Fekvő hát... téglalap, álló téglalap? Hát akkor az, van... utcá, az utca részen van a rövidebb ö, szakasz, és hátra fele nyúlik be, be mint a, szab mint szab a régi szakasz. szőlős igen. kertek. Akkor van trapéz alakú telek? annak is melyik része mutat az utcára, a szélesebbik talpa, vagy pedig a teteje, hol ahol keskenyebb. Jó, Beszéljünk egy picit arról, hogy a, ehhez a csíhez, meg ezekhez a dolgokhoz, nem csak belegondolok, hogy esetleg a férfi barátaim végig hallgatják ezt a beszélgetést. Szóval csak, az, hogy, szóval csak az, hogy, 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 hogy én ab, abba, abba, próbálok itt belegondolni, hogy, hogy akkor, amikor valaki mondjuk vásárol, és mondjuk, például ingatlanosokkal szoktam beszélgetni, hogy elmegy egy házas házat vásárolni. És hogy igazából Magyarországon még a, még a kertépítésben nem jelent meg az a, az, a, az a, vonal, hogy amikor el akarom adni a házamat, akkor kívok egy kertépítőt, és dobok egyet a kertem, mert azt olcsóbb, még mindig olcsóbb megcsinálni, mint hogy felújítani. Mert az a tapasztalat, hogy a hölgyek azok bemennek egy kertbe, majdnem mint tehát őket nem hogy mi van a kazánna, meg a vezeték, meg a nem tudom, ki van a -e bélelve, a kémény, meg ilyen apróságok, de hogyha ott őt megérinti valami, egy levendula vagy egy rózsa, most ugye beszélünk mondjuk egy 60 milliós vagy egy 40 milliós családi házról, és legyünk őszintén, hát ő, ő árban ugye, hogy, hogy hol jön mellé a rózsa meg a levendula, ott őt elkezd jól érezni magát, akkor, akkor akkor irracionálisan dönt amellett, hogy akkor ezt a házat vegyék meg. Ez így van, ahogy mondott, tehát általában mindig a hölgyek azok, akik választják magát azt az ingatlant és hogyha már itt visz, igen. És hogy ilyenek alapján. Igen, igen, igen. Tehát egy, egy, nagyon kis részletbe is bele tudunk szeretni. Tehát én magamat is ismerem. Tehát én nekem is elég három színnek az összeállítása. Ez a férfiak szerencsé, Így van, és akkor képes vagyok azt megvásárolni, amiatt. Vagy egy gomb miatt. Ha, ha hadd húzt. mondjak még egyet. Ezek a színes cserepek bejöttek a kertészeti szortimentbe, nem tudom, láttad-e virágüzletekbe, hogy a növényt a színes cserébe teszik levendula, ugye hát ez most mindennek a teteje, A uh, fekete cserébe lévő levendula, direkt kipróbáltuk kertészetekbe, mit tudom én, 1000 forintra volt kírva a fekete cserép. Tulajdonképpen ugye ez a cserép, ezt mondjuk ez arra való, hogy te hazamész, haza leveszed, bedobod a szelektív műanyag be, és egyébként kiutad a kedve és beletették rózsaszínbe vagy lilába. A lilát nem szeretik annyira, tehát a rózsaszín az az, az, az ami mindent visz, mondjuk egy rózsaszín virág levendula, vagy egy fehér virág levendula az nagyon jól mutatott benne, mert a, a kék meg lila virágon rózsaszínbe való, hogy annyira nem. magyar De hogy, de hogy azt hiszem azt meg kiírták valami 50%-kal többre, tehát 1500 forintra mint hogyha nem is számítan az 500 forint. Tehát a hölgyek, akik pittem én, nézik a mosópónak az árát, meg nem tudom, legyen olcsó, meg akármi, minden további nélkül megvették azt a terméket, ami, 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 ilyen színes cserében volt. Holott, ha ezt végig gondoljuk logikusan, akkor, akkor ez addig tart, amíg hazaviszed. Igen. Nézhetjük uh, az elemeket például. A fengsúly az öt elemből áll a fa, a tűz, a föld, a fém és a víz. Milyen elemű az a cserép, amelybe beleteszem a növényt? Ugye ezek az elemek színeket is képviselnek. A fekete az a vízelem, a zöldelem a fa elem, a zöld a faelem, a tűzelem a piros, a sárga az a földelem, és a fehér pedig a fémelem. Csináltak arra is kísérletet, hogy ha virágágyást készítek, milyen alakú legyen a virágágyás. Hosszúkás, téglalap, vagy négyzet, vagy amorfalakú, vagy kerek. És érdekes módon kint a szabadban az amorfalakú virágágyásokban a növények jobban szerettek lenni, mint a kerekágyású Ba, vagy a kerekágyásba elhelyezett növények. De ugyanígy jó a téglalap alakú is, ezek, és ezek mind az elemekkel uh, magyarázhatók, mivel a növény az faelem, és akkor itt az elemek egymásra hatnak. Az amorf alak az a vízelemet szimbolizálja, és a víz az táplálja a fát. Ugyanakkor a fém elemhez tartozik a kör alakú virágágyás, és a fém az elvágja a fát, magát, a növényt. Tehát ilyen kísérleteket is lehet végezni. Szívesen mondanám, hogy követlek, de nagyon igyekszem. E, e, igazából azt nem kérdeznek, hogy az például mire, mire vezethető vissza, hogy nagyon sokan, itt, itt azt hiszem megint inkább hölgyekről beszélhetünk, e, amikor beszél arról, hogy milyen kertet szeretne, és ez leginkább a, a Facebook korszak óta látható, és amit meg megvalósít, az, mint hogyha, mint hogyha ugyanarról beszélnek, hogy ho, ha én tehetném, akkor én nem tudom, híres színésztő lennék, vagy mindenkinek van egy álma, nem? Hogyha, mit tudom, nem Hufnagel Pistához ment volna hozzá, Igen. ugye? Vagy nem tudom kihez, akkor, vagy hogy Hufnagel Pistához ment volna hozzá, akkor milyen élete lenne? És például a kertészeti Facebook oldalakon, amiket megosztanak általában kertlészeteket, többnyire külföldi oldalakról, azok sokkal vagányabbak, bátrabbak, Laza, lazábbak, bujábbak, dzsungelesebbek, sokkal-sokkal élettel telibbek, mint aztán, amit a legtöbb ember meg megvalósít. Tehát, hogy, hogy azt a típusú kertvilágot, amit 10-ből amit, amit 9-en megosztanak a Facebookon, hogy Istenem, de fantasztikus, egy olaszország részlet, hogy mit talán én, ott a paradicsom, akkor a vadszől, meg nem tudom mi befutja, meg a bugenvilla, Uh, azt, 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 mondjuk tízből egy embernél lehet aztán mondjuk budapesti kertekben megtalálni, és most nem csak a fenntartásról beszélte nem csak azért, mert nem sikerül neki, hanem mert hogy a valóságban aztán nem mer annyira bátran a növényekhez nyúlni, akkor, amikor mondjuk egy kiültetés kell uh, megcsinálnia. Mondhatok valami érdekeset? Zöld hulladéknak az ára. Tehát lehet, hogy nagyon sokan elgondolkodnak, hogyha növényzetük van, és azt ősszel be kell takarítani a lehulló fa levelet. Az hány zsáknyi? Vízár! Vidéken sokkal drágább, hogyha nem kútból locsolunk. Tehát egyszerűen egy olyan extra dolog, Társaságban van belőle vita, hogy valaki a társaság közös vizéből öntözi a közös kertet, akkor van, aki, és nem nem egyszer, nem kétszer hallottam, igen. saját fülemmel, hogy akkor szól, hogy ő nem ezért fizeti a közös költséget, hogy te pocsékoltad a vizet, mondja az öntözésre. Nagyon érdekes. Hát igen. Tehát ezen is el lehet gondolkodni. Meg hogy, hogy félnek itt... az emberek a növényektől, hogy majd befutja, és hogy ő majd nem tudja kezelni. Mert igen. Hogy, hogy, hogy hogy, szóta, hogy igen, hogy kiírhatatlan lesz utána. Vagy kiírhatatlan, igen. Ö... Sokszor előre is kell gondolkodnunk, tehát amikor fát ültetünk, akkor tíz évre, ugye? Ha jól tudom, tíz évre előre kell gondolkodni, mert tíz év az, amikor egy fa eléri a teljes nagyságát. Hát attól függ, hogy milyen fáradtságú. Hát beszéltünk. attól függ, ha jó, most nem a császár amely pillanatok Ingen. alatt, ugye? A pillanatokon belül kifagy. <gül <vodka> <gül> 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 mit, te, mit szeretném mondani? Most kíváncsi a te kertedre, hogy az milyen. Uh, izgalmas, nem engedem a fákat magasra megnőni, uh -huh, mert, mert uh, az időjárásunk változik. Te várjál, most, most megkapaszkodok az asztal a szélbe. Úgy hidd el, kimentem egy zuglói uh, magántelekhez, mert fantasztikus ezüst voltak. Lehet, ez egy fengsúlyos kertész volt. Na várj, most, ki, most, most, most nagyon érdekes egy fog is. És félbevágta a gyönyörű ezüst Na most sajnos nem lehetett őt megbüntetni, mert magánterületen volt meg, én nem tudom micsoda, de egy fantasztikus, legkevesebb 10-20 méteres ezüst félvágott, és ott, hogy mit mondott? Azt, amiben most te kezdtél bele, hogy a klímaváltozás miatt visszavágja a fákat, mert hogyha azok tömöttebbek meg fele akkorában, akkor jobban-jobban átvészelik. Ha most ezt akarod mondani, akkor. Ezt akarom mondani, De pontosan, ne hogy olyan szelek vannak, és akkor ki. Kidöm... És honnan ered ez a gondolat? Hogy a fákat félbe kell vágni azért, mert hát akkor én jobban... Nem, én nem azt mondtam, hogy félbevágom, én csak azt mondtam, hogy nem engedem magasra felnőni. Tehát például a szomorú fűzfám, uh -huh. ami van. Ö, azt is állandóan nyesegetem minden évben. Jó, hát Szép ö... formát adok nekik, hogy ne legyen 30 méteres. Jó? Vágyja, tehát akkor ez a, ez maradjon... a fákat, ö, tehát, ö, tehát nem idős, hanem fe, fiatal vagy fiatal korban lévő fáknak mondjuk azt, hogy zöld tömeg szabályozása, vagy Igen. radikális visszavágása, akkor ez a feng súlyból ered ez a, ez a tan? Nem. Ez belőlem. Jaj, de nem, csak azért, mert nem te vagy az első, aki akitől ezt hallom. És. Ö, uh -huh. Hát, hát néz, olyan sok természeti katasztrófát láttam már. Uh -huh. Föllazult talaj, hatalmas széllel. Mert ugye gyönyörű... az van, hogyha ha lejjebb veszed a magasságát, akkor kevésbé van kitéve mondjuk a, a, a széli vittónak. Így, így, uh -huh. így van, így Jó, van. Hát eb most ebben azért van logika, de... Uh -huh. Jó, én, én csak ezért uh -huh. mondom. Na most akkor, hogy hova ültetünk fát? a kertünkben. Például nagyon sokan vidéken, ugye a utcai frontra az ablak elé ültett fenyőfát. Tehát az egy nagyon bevett szokás. Igen, ezt tudom, ültetni. és egy borzasztó butaság, mert utána beárnék olyan a itt. Miért oda, ültetik? Van erre épeszű magyarázat? Egyébként? Nem, nincsen, de ilyenkor föl kell vágni a fáknak az alsó ö, részét, vagyis hogy le kell vágni a fáknak az alsó ágait, hogy kapjon fényt az a szoba. Mert Shui-ba kiszámolhatom, tehát a lakás Shui-ba, hogy az a szoba, például egy pénzt teremtő szoba, de egy ilyen fenyőfával, vagy egyáltalán egy magas fával le tudom blokkolni ezeket az energiákat. A fenyőfa különben a fengsúi szerint egyedül, ha áll, akkor az nagyon szerencsés, az a hosszú életnek a szimbóluma, azért, mert örökzöld, és ezért ezt az egészséget uh, szimbolizálja. A tűerdő, tehát hogyha sok-sok-sok fenyőerdőnk van, ugye akkor mondják, hogy a démonok laknak benne, ugyanis nincs aj növényzet. Tehát a zöldbe sem lehet a tű, a, fal, a fenyőfáknak igen, de ez a, a leveleit. miatt, mert itt a hét év alatt bomlik el. Igen. Mégis hát, azt mi a, is a kukába, a kukába igen, tesszük, jaj, és igen. úgy uh, viszik el. De, De tehát... azért ezek a démonok jól jönnek, amikor a fenyő kérget, ugye erre most a külön ilyen szakág van, és ezt a fenyő kérget, ezt ugye a kerbe az évelő ágy közé mondjuk beszórjuk, és akkor elsonyítja a talaj legfelső rétegét. Igen, igen, és az nagyon szép is, igen. elegáns is tud lenni. Vannak különleges fák, ilyen a szilvafa, a körtefa, ők Amelyek, miért ö, a fengsúlyi szimbólumában ezek mind az egészséget és az egészséges utódoknak okay, a szimbolikus jelentése. Hogy, hogy az, a, az, amit ma körtefának és szilvafának ismerünk, azok többnyire fajták, tehát egy alanyból meg egy nemesből áll. Na, ha jól értem, akkor ez a fengsúlyi, ez Kínából jön és több ezer éves. Igen. Tehát nem tegnap találtak ki valaki, hogy a körte meg a szilva az a nem tudom minek a jelképe. És akkor azért a szilva meg a körte, valószínűleg akkor is finom volt, csak... Gavarack. Nem, nem nem ekkora volt, hanem kisebb volt, vagy a bízű volt, Te, tehát nyilván, nyilván uh, itt a 2000 évvel ezelőtti szilva megkört az, az valamennyire hasonlított a mostanira, de azért mégsem ez volt. Így van, amióta van a Feng shui, azóta az többet, mint 5000 év, uh -huh. azóta ezek a gyümölcsfák, ezek mind a hosszú életet szimbolizálják. És hát Magyarországon is szokás, ugye, ha megszületik egy gyerek, és van egy kerted, Bizony, hogy ültetnek akkor egy fát. ültess egy fát. Na, nagyon kellemetlen, amikor valaki mondjuk, mit tudom, most a gyerek érettségizik, vagy diplomázik, és akkor mondjuk ültetett egy fűzfát, vagy egy nyírfát, és az ugye egy nyárfát, de, 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 de a fűzfát. Hát fűzfát nem, az inkább szomorú, de, 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 nyírfát sokan ültettek, és akkor az annyira cikki, amikor tudod, egy 20-30 évet él egy nyírfa, már mint hogy úgy, hogy a már bőven elérte, Igen. és akkor a gyerek az az diplomázik, és akkor a nyírfa meg már, mit tudom én, így omlik össze, az olyan rossz, rossz hangulat tud lenni a di diplomó után, hogy kisfiam, ezt neked ültettük, és ő már az élete végére is ért. Mert hogy nagyon sokan azért nem nem válogatnak kellő alapossággal mondjuk a fajták között, akkor, amikor a gyermek születésénél érdemes, vagy mondjuk a másik véglet, hogy mondjuk egy olyan ginkót ültetnek, ami, mit tudom én, nő, nő, nő 10 vagy 20 centit, mire a gyerek felnő. Másik érdekes fánk ugye a szomorú fűz. Nem tudom, ültél -e már szomorú fűz alatt, van, biztos? Van egy a kertemben, igen. És mit csinálsz alatta? Ülök a hintágyok, és azon bosszankodom, hogy én, aki mindig kikérem magamnak, hogy a fák szemetelnek, idegesít, hogy hullik a szomorú fűzemről a, a levél egész évben. Egy Tegyél alatta. egy nec hálót! <laughs> ja, egyébként nagyon jó, de... Nem tudom, hogy valami nagy spirituális válaszra vártál, mert azt, azt most így hirtelen nem fog tudni mondani, de az biztos, hogy nagyon jó, hogy árnyék úgy, hogy öt éve ültettem tulajdonképpen egy két méteres növényt, és most, 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 már nem tudom, harmadjára ifítom vissza, és óriási. Tehát azt hiszem, hogy a teteje az olyan 7-7,5 méter magason van. De általában a fűszfa az gondolkodásra buzdít. Tehát, hogyha beülsz alá, akkor általában a múlton szokott az ember rágódni, gondolkodni. Nem a jövő tervezést csinálja alatta, hanem... U, de bánom, hogy nem értem föl, még gondolkodtam. Most le a ellenőrizni. <sulal> Összejön egy társaság, és akkor fölevelenítik a régi történéseket. A másik érdekes fengsúlyi téma még a kertben a kertító, illetve a medence. Na, külön-külön beszélünk a kertító. A kertító az egy ilyen igazi kudarc történet szerintem a hazai kertbarátoknál, mert hogy nagyon sokan akarnak kerti tavat, de akkor ez egy picit, akkor tesz meg is magyarázat, azért, mert a vízhez elképesztő módon vonzódunk. Így van. És hogy hát ez a kerti tó, ez legritkább esetben sikerült olyan tavat létrehozni, hogy az ember bejön a kertbe, és azt érezze, hogy ott egy, hát ha nem is természetes tó, de hogy egy hogy, hogy tó érzete legyen, meg hogy érezd a víznek az illatát. De ez nagyon sokszor ugye azt a szörnyűséget látjuk, hogy ők, mint a kertbe ástak volna gödröt, ami onnan kijött, a általában mögé teszik sziklakertnek, azt hiszem, hogy ez, ez az egyik legszörnyűbb az egészben, és akkor mit te látod a a fúriának a szélét. Tehát igazából nyilván a fenntartás igénye miatt, meg azért legyünk őszinték, azért mi mégsem vagyunk istenek, tehát az, hogy eltalálni egy, tó, egy épített tónak a, a, biológia egyensúlyát, az nem könnyű, tehát ilyen tóépítő kert és tóépítő szakembereknek sem könnyű, de az általában azért bizonyos négyzetméter alatt, meg bizonyos vízmélység nélkül nem szokott sikerülni. Részünkről az a fontos, hogy milyen messze van az épülettől, milyen égtájban van az épülettől. Mennyire él az a tó. Az élés azt jelenti, hogy a vízforgató, a beáramló víz, a buborékok, a halak, az aranyhalak, amelyek benne vannak, azok milyen életet élnek és ennek roppant nagy hatása van ö, magára az épületre és az ott élő embereknek a, a sikereire. De nem csak annyira, hogy víz az nyugtat? A víz nyugtat is, de meg. Ö, tehát egyszerűen nincs ö, rá ö, olyan normális magyarázat, hogy, hogy miért a gazdagság szimbóluma. De a víz és a az aranyhalak azok mind a gazdagság szimbóluma. Egy történetet, politikai történetet hagy mondjak el. Ronald Reagan és Gorbacsova a hidegháború idején Svájcban találkoztak, hogy megoldják a két ország közötti feszültséget. És Nancy Reagan, aki köztudott nagyon hívt az asztrológiában, és mindenféle ezoterikus tanokban. Elment egy jósnőhöz, aki azt mondta neki, hogy ezt a tárgyalást a két államvezető között egy hídon kell megcsinálni. És ez így is történt. Kimentek egy gyönyörű parkba, előre természetesen megvolt, hogy melyik az a park, és amikor rá értek a hídra, akkor kezdte el régen a fontos beszélgetést Gorbacsovval. Tehát a, a hidak, ugye, az két dolognak az összeköttetését szimbolizálja. Az egész fengsúi egy szimbólum. Hát akkor, ha javasolhatom, az észak a diktátort meg Trumpot létszeres valami hidon hoz <laughs> <laughs> Biztos tudja, mert Trumpnak is van fengsúi mestere. Persze, persze. Ő már oh. a 90-es évek óta Kicsit egy... a klímaváltozásról mesélhetne neki azért. Biztos. Tehát a, a hoteljeit fengsúlyi alapon építette. De gondolod, tehát. Ebbe, ez, most a Trump-e ebbe belegondol, vagy ebbe csak üzletet látott? Mert üzletet, természetesen. Ne, hogy az... ja, okay. tehát ő, ő, nehogy nem... itt valaki azt gondolja, hogy Trump az fengsúlyi szerint nem, nem, az életét. Nem, szó sincs róla. Azt mondta, hogy csináljuk meg akkor ezt az átalakítást mert a fengsui mester azt mondta, hogy az ajtót át kell helyezni keletről nyugatra, mert neki egy a lényeg, hogy több pénze legyen, és a fengsui az pénzt hoz. Tehát, hogyha valaminek jó az energetikája, akkor pénzt tud hozni annak a családnak, annak az ingatlannak, és ez volt a lényeg az ő számára. Jó, hát így ismerjük őt, meg így szeretjük. <laughs> jó, ö, egy picit beszéljünk arról, hogy jó, rendben van, ezek, ezek nagyon szép dolgok. Most akkor ebben, ez, egy kicsit azt is mondtad ki, hogyha én nem hinnék ebben, de a, a fengsúlyi szakértőm, akkor ezek szerint szerteszek egy fengsúlyi szakértőre, így rendezné be mondjuk a kertemet például. Igen. Akkor ott nyugodtabb lennék, itt ami jobban tetszene, több időt töltenék benne, oldott a beszélgetések lennének, stb. stb. Ezzel ezt is mondjuk? Ezt is mondjuk, és még visszatérve erre a szimbólumra, tehát amikor azt mondtuk, hogy az épület tájba helyezését, akkor az épület mögött lévő magas terület, vagy növényzet, az lesz a teknős béka, jobb oldalon, ha szembeállunk, lesz a sárkány oldal, Ö, bal oldalon lesz a tigris, és a ház előtt ott pedig a vörös főnix lesz. Az az szimbóluma, a tájképzésnek. Tehát állatokkal beszélünk, és hogyha két fengsú is vagy egy fengsú érdeklődő, mondja, uh -huh. hogy teknős. Uh -huh. Ugyanez ugye áttehető lakberendezésre, tehát amikor ülök az íróasztalnál, mint például most ennél az asztalnál, akkor a háta mögött jó, hogyha egy fal van. Most Nem egy pedig, fal van, vagy kettő. Most kettő van, oh. mert sarkon ülök, tehát hol jobbra, hol balra, tehát két teknős az, ami adja nekem a biztonságot, mondjuk egy, egy teknős elég lenne. Mert a két teknős azt jelenti, hogy, hogy nem vagyok biztos, hogy melyik teknősnek fogadjak szót. Mondjuk, uh -huh. hogyha döntést kéne hozni. De most nem kell döntést uh -huh. hozni. Jó, hát vitatkozni nem fog tudni veled ebbe, de, 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 de ámulattal hallgatom. Na, növények színéről meg alakjáról beszéljünk, ez engem nagyon érdekel üzleti szempontból is nagyon érdekel, és partervezési szempontból is nagyon érdekel. Az, aki kertész, és és növényrajongó és szereti az újdonságokat, mondjuk például én, megyek mondjuk fajta bemutatókra, látok növényeket, és hú, ezt ebből nem esítették, ez ennek a fajtája, ez, mit én, tűri a szárasságot, beleszeretek új növényekbe, és akkor utána, amikor azt látjuk, kertépítésébe, hogy fölajánljuk annak mondjuk a kiválasztását a kertépítéseknél, vagy egy parképítésnél, vagy mondjuk egy kertészeti árudai szortimentnek a bővítésénél, akkor meg tökéletesen más válaszokat kapunk, itt mondjuk főleg a hölgyekről beszélek, nem azt választják, amit én jónak és szépnek gondolok. Tehát, hogy hogy hogy, hogy mi, 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 mint, hogyha, mint hogy abszolút nem racionálisan döntenének, e, amit már egyszer megbeszéltünk a levendulánál is, de hogy, de hogy akkor te azt állítod, hogy akkor te meg tudod mondani azt, csak nem értem, én nem a kertészetben dolgozom, mert akkor ott nagyon sok pénzt kereshetné, hogy akkor, hogyha valaki bemegy egy kertészeti árudába, és ugye nem a racionális szempontok szerint dönt, mert nem a szerint dönt ebbe, én már biztos vagyok, ennyi év után, akkor, akkor mik azok a formák, alakok és színek, amik ezek szerint akkor Ö, valamikor az őskorban eldőlt, hogy ez bennünk legyen, mert akkor, akkor automatikusan, ösztönösen azokhoz a növényekhez nyúl, és azokkal a növényekkel telepíti be a kertjét. Amikor a fengsői tanácsadás elkezdődik, akkor a második kérdés az az, hogy mikor született. Tehát a megrendelő mikor született. Jó, én ebből... megmondom neked, egy átlag ö, ö, növényt vásárló, növényjel foglalkozó, vagy egyáltalán fákkal foglalkozó ember, az, az, az döntően olyan 35, de inkább 40 éves elmúlt. Ö, évre pontosan kell ezt tudni, és az évből de kiszámolunk miért? egy úgynevezett guaszámot. Hát ez a feng shui. Ó, és de akkor én... ez, 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 ez figyelj, egy irányú utcát de most vagy fölveszek egy fengsúlyi szakértőt, vagy, vagy ezt soha nem fogom tudni megtenni. Jaj, tehát. de hogy nem. vannak az interneten. Nincsenek korcsoportokra lebontható fengsúlyi shui Nincsen, tanácsot? nincsen, nincsen korcsoportra. Tehát ez évre vonatkozóan, ö, sajnos, hogyha azt mondod, hogy te fengsúlyi kertet készítesz, akkor kell tudnod a megrendelődnek a évszámát. Uh -huh. Vannak kalkulátorok az interneten, de ez könnyen a meg. Igen, nagyon léptébe is gondolkodhatunk. Tehát van egy utca, a lakossági fórumot szeretnék tartani, és az a kérdés, hogy ebbe az utcába koronájú fasor legyen, gömkoronájú, oszlopos, vagy mondjuk hagyományos lomkoronájú, és mindenféle korú ember lakik abban az utcában akkor ő, milyen választ várhatok, vagy tudom-e befolyásolni? Mert, hogy, mert ő, nem, raci, tehát nem, nem, azért fognak a gömbkoronájú mellett dönteni, mert itt elfogy a légvezeték alatt, mert a legtöbben ebben nem gondolnak bele, hanem, hanem hogy vala, valamiért a többségnek mondjuk az egyik vagy a másik fog megtetszeni. Ezt, ezt te fengsúly szakértőként, ha nem is tudnád befolyásolni, de mondjuk de mondjuk, mondjuk látnád, hogy milyen irányba mehetnek el, mondjuk ilyen... Hát nem kérdezem meg. Uh -huh. Hát figyelj, most egy utca lakóit megkérdezni, uh -huh. az, az lehetetlenség. Uh -huh. hát mindenki mást fog mondani. Uh -huh. Tehát inkább maradjunk aznál, hogy hogy személyre szabottan. Az uh -huh. várostervezési fengsúlyi lenne, mert ugye az is de van. Olyan? Hát mi az hogy? Hát emberi... nézd meg Angliát. Nagyon sok ember. Nézd meg Londonot. Okay. Nézd meg a londoni városházát. Uh -huh. Azt az újat, azt a Cuppantott épületet uh -huh. olyan. Na, hát most amióta az megvan, ugye uh -huh. a Brexitről ne is beszéljünk, tehát minden uh, országot uh, jellemez az országháza, illetve a városháza, uh -huh. ugye London, az a kiemelkedő most. Uh -huh. Tehát uh, hol is tartottunk? Szerintem ott, hogy uh, milyen, uh, ami engem kérdészeken leginkább érdekel, hogy... Uh, hogy nem racionális döntések alapján szeretnek bele az emberek bizonyos növényekbe, bizonyos színű és formás De Ezt csak növényekbe. te hiszed? Há, érdenem, mert, mert, így van? Mert, mert nem tudjuk, mert nem ellenőrizted le. Tehát, hogyha tudod, hogy az ő guaszáma száma melyik évben született, akkor lehet tudni, hogy melyek lesznek azok a színek, amelyekhez vonzódni fognak. nagyon hiszel? Hát látom, nem a kérdése. Várjá, ez azt jelenti, várjál, mondjuk elmennénk egy kertészetbe, Igen. vagy elmennénk egy, leülnénk egy arborétum bejáratánál, Igen. és valahogy megoldanánk azt, hogy mondjuk az elején az emberek mondjuk megadják a pontos születési számokat, és utána bemennek mondjuk az arborétumba és megkérdeznénk utána, hogy melyik, tetszett, melyik növény tetszett a legjobban, mondjuk formákat, tehát mondjuk tipizálnánk mondjuk Igen. itt, mondjuk 12 növény, most csak mondtam egy példát, és akkor te jó eséllyel azt anélkül, hogy tudnád, hogy ő hogy döntött, ez alapján a nem tudom, a titkos szám alapján meg tudnád mondani? Természetesen például az 58-as született férfiakról, hogyha beszélünk, ők valószínűleg hagyományos kertet szeretnének, semmiféle extravagánságot nem akarnak. Míg mondjuk egy 61-es születésű férfi az, az, belemegy abba, hogy, hogy különleges növényeket vegyünk, meghökkentő kertrészleteket csináljunk, hozassunk egy hatalmas követ valahonnan, ugye, mert vannak a gyönyörű meditáló kertek, amelyeket Kínában is előszeretettel a császárok használtak. Ez arról szólt, hogy a kertbe a világ minden részéről különleges formájú sziklákat hoztak és leültek a kertjüknek egy szegletébe, és nézték a sziklákat, és a szikláknak a amorf falakjába különböző alakokat véltek felfedezni, amelyek üzentek számukra. Egyik nap ezt, másik nap azt, és így a gondolataikat serkentette. Egyébként Magyarországon több olyan meditáló, sétáló úttal ellátott kert van, nem is gondolnánk kívülről. Ezek többnyire azért több ezen négyzetméteres a vidéken elhelyezkedő kertek, ahol úgy, így, ahogy most mondod, építettek egy picike egy kis ösvényt, csak vannak ilyen megálló helyek. A minap voltam Magyarország egyik legszebb zenkertjébe, ez százszázalékosan zenkert, ez a 11. kerületben van. Olyan csodálatos növények, formák, kis buthaszobrok, oszlopok, leülők, és ott tényleg lehet érezni a csínek az áramlását azokon a kis gírbegúrba utakon, kis kertító, hogy az ember megnyugvást kap ezeken a területeken, ezeken a helyeken. Mit tanácsolsz azoknak, akik mondjuk most tervezik meg a kertjüket, vagy újra tervezik, hiszen én azt szoktam mondani, hogy hát szinte majdnem minden évben egy picit újra tervez az ember a kertjét, és azt mondja, hogy nem, nem, nem tudja megfogalmazni, és ezt, ezt szintén sok kertben lehet érezni, nem tud megfogalmazni, mi zavar, de valami zavar. Akkor te fengsúlyi szakértőként mit mondanál, hogy hogy miből induljon ki, hogy találja meg azt, hogy mi az, ami zavarja, és akkor ezt hogyan tudja feloldani? Hát mi az, ami zavarhatja, ami hat a tudatalat. Skóciára például. Hogy van például Vaj, egy... Éles sarok. Valami. Éles sarok. Hát, jó, no, hát, hát mondtam, szakértő, szakértő, vagy. <laughs> Pontos, egy éles sarok, akkor a rózsáknak a tövise, vagy... <laughs> Tü -tü 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 Tüskéje, igen. Tüskéje, de bocsánat. De egyébként miért? Mi a baj a tüskékkel? Meg például ott a kökény, meg amit mit tudom én, ezek, ezek tök jól néznek ki, homoktövis, ezek... ezek. Például pont most voltam egy óvodánál, ahova öt évvel ezelőtt már óvoda bejáratánál, ahova én öt évvel ezelőtt homoktöviseket javasoltam, mert mindent kirollereztek az óvodások, és ezt tök jól nyírják, és nagyon jól néz ki, és egyébként ott semmi nem maradna meg, de hogy ez gyönyörű megmaradt, fantasztikusan nyírva van. Mi a baj egy megnyírt homoktövis sövénye Magyarországon, Budapesten, ami, ami tényleg mindent kibír a világon, és nagyon jól néz ki. Általában a kerítés mellé szokták inkább ajánlani, uh -huh. ugye, mert annak ilyen hegyes tüskéi igen, igen, vannak. Ö, igen, homok tövi, szóval tövise van. Tövise van, ami ö, a betörés védelmet ö, szimbolizálja. Jó, rendben van, de hogy ez, hogy ez, ez meg van nyírva, meg az ápolva, hogy akár nincs is megnyírva, hanem ilyen jó nagyra hagyva ilyen madárcsalogatónak, meg fészkelőhelynek ez... ez ö, ez bárkit is, hogy is mondjam, bántana, vagy vagy a tudatalat ettől rosszul érzed magad? De szerintem nem. Hát én se érezném magam rosszul. Csak mert hogy most azt mondtuk, mit tudom, hogy a rózsa tövis, vagy a rózsának a tüskéje, az mondjuk, mint hegyes tárgy, az mondjuk így az ember kellemetlen érzi magát tőle. Ö, hát nem is, mert szép a látvány, uh -huh. szép a látvány, de a helye az inkább a kerítéshez közel uh -huh. van. Uh -huh. Kerítésnek a színe is fontos a fengsúlyban például. Uh -huh amit nem szeret, az a fehér kerítés. Tehát a falécek lefestve fehérre. Nem natúron hagyva, tehát uh -huh. lekezelve, hanem hogyha fehérre van festve. Uh -huh. Mert az nem, nem, ad életenergiát, nincs annak csíje, nincs annak energetikája. Tehát inkább a, a tűz tűzelemű, ami lehet egy terrakotta, egy vörös, egy piros, egy, egy tehát egy, egy erős uh, szín, uh -huh. ami, ami méltósággal veszi körbe magát a kertünket. Azt olvastam nálad egy helyen, hogy a növények azok uh, érzelmeket indikálnak. Melyik, melyik növény milyen érzelmet uh, keletkeztet bennünk? Hát uh, például, de hát főleg a uh, benti növényekről uh -huh. uh, tudnék néhány gondolatot mondani. Például a szobahárs. Várj, mi van akkor, hogyha te mondod, és én végig megpróbálom, megpróbálom végig gondolni, hogy bennem mit, mit, in, mit untok hát egy szobahárs. Jó, erre nem ne, semmit még, igen. Jó? lepke Orchidea. Az mm. biztos, hogy tudod. Mm -hmm. Igen. Álöje. Igen. Jázmin. Igen. Ö, cserepes rózsa. Igen, és most valami érzést kéne kikutatnom magamban. Jó, segíts mi, mi, mit érezhetem? Szoba páfrány. Igen. Szoba fenyő. Hát például a szoba nem szeretem. Mert mitig meg túl magasak, meg nem, nem lakásba olok. A szoba fenyő az önismeretre sarkal. Uh -huh. A szoba páfrány a depressziósokat segíti át a depressziójukon. Uh -huh. A szobahárs az a női energiákat segítik. Uh -huh. A lepke orhidea, vagy egyáltalán az orhidea az erotikus vágyakat ébreszt. Á, ah, már értem. Ja. A cserepes rózsa a szívet nyitja meg, nagyon magas rezgésű. És az állójevera pedig segíti a határozatlan álmodozókat a cselekvő ké képességünkre vesz rá. Ha utólag visszakérdezed, hogy én az orhidát és a rózsát jeleztem meg, mint fontosat. <laughs> Jó, értem. És tehát mondjuk például, hogyha te azt a feladatot kapnád, hogy, hogy mondjuk egy idősek otthonában, ahol mm. tényleg ólom, lábakon mászkál előre fel az idő, és mondjuk egy könyvtárszobát, vagy mondjuk egy ilyen szalomban növényeket betenyél akkor te ezt bátran kipróbálnád, hogy olyan típusokat teszel, vagy akár ilyen kontrollt is, hogy egy hónapig ez, egy hónapig az, tehát hogy, 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 hogy egyébként ezek, hát persze e -e -e, itt a legtöbb dolog, az kicsit ilyen hitkérdése szerintem, és ezt is meg azt is bele lehet magyarázni, de de, de te például ezt -e 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 akár le is próbálná, tehát úgy gondolod, hogy ezek, még hogyha a legtöbb ember nem is tudná, aki mondjuk ott van, hogy itt most valami fengsúly kísérlet zajlik, de azt valószínűleg ezt tükrözni vissza, te ezt így gondolod? Például idős embereknek a kertjébe ö, fekvő téglalap, illetve négyzet alakúra ö, nyesett növényeket ö, helyeznék el. Miért? Mert ez a biztonság, a kocka az a biztonság. A lapos az a biztonság. Tehát nem háromszögletű, uh -huh. nem kerek, hanem a biztonságra kell ö, törekedni. Uh -huh. Ami még lakásokban számomra... Ocsán van egy buxus mondjuk a, Négyzet. Mondjuk a puszpánk hogy nem ette meg Magyarországon, mondjuk, <gül> <gül> akkor, ö, akkor egy fiatalabbnál, vagy aki mondjuk itt a is kicsit szeret ilyen el, tehát ő mondjuk inkább gömbre nyírná, anél, anélkül, hogy halott volna életében a fensúlyról. Viszont egy idős ember azt mondja, hogy na fiam, ezt vágjad nekem szép kockára? Igen. Nekem ilyen van. Az út egyik oldalán. Kocka, másik oldalán pedig van. Mert még fiatal vagy azért. Így van, örök fiatal. És a lakásokban, illetve benne a belső térben, tehát nagyon sok lakásban azt látom, hogy nagyon-nagyon szeretik a növényeket, és akkor minden szekrény tetején, minden polcon ott van egy-egy növény és az ember úgy körbenéz abban a helységben, és az az érzésem, hogy kócos maga az a szoba. Ilyenkor azt szoktam ajánlani, hogy inkább csináljunk egy kis sarkot, ahol a növényeket összegyűjtjük, mert a növények amúgy is szeretik egymást, beszélgetnek egymással, és jobban vannak egymással, és jobban is nőnek. És így egy rendezettebb akkor több teret van egy helyen, tudok. Akkor igen. Kicsit jobban lehet párát csinálni. Igen. Ugye az a probléma, hogy a lakásaink azok száraz valamik, meg ott száraz szárazságot igen. tartunk. A növények meg ugye egy párásom nedvesebb. Most jártam egy ]nek. irodába, ahol ugye a, a, párásító berendezést az orvos nem engedte. Hatalmas hatalmas egyterű iroda, hanem növényekkel tették teli de mind ilyen ö, szúrós levelű növény volt. Hát végignéztem az irodán, azért hívtak, mert hogy nagyon rosszul érzik magukat ott a munkatársak. Hát olyan keszekusza, ö, kócos benyomást keltett az iroda, hogy ö, rendet kell tenni pár percig maradt, gyógyítókertek, haszonkertek, gyógy- és fűszerkertek. kertek. Én nagyon szeretem ezeket a kerteket. A, mit én, most a görögországi meteórákra gondolsz, fönt a szikla tettájén, vagy egy bármilyen kolostorkertre, vagy, vagy tényleg mostanában, hogy iskolák, óvodák, hála Istennek egyre több helyen vannak emelt ágyások, és akkor hát ez a bogyós gyümölcs, törpe gyümölcsfák, balkon zöldségek, oltott zöldségek, gyógy- és Ö, ezeknek a léte a kertben, ö, úgy, ugye, ugye volt egy rossz irány ezeket, hogy elraktak hátra általában, vagy díszkert elő, és akkor mint mintha így kicsit, ö, nem is tudom, itt szégyelni kellene, hogy mi paradicsomot terveztünk, eltették hátra hátra. Ezeknek ugye önmagukban is hát látni egy nagy paradicsomot azt az ember, hogy megkívánja, meg fantasztikus a bazsalikon, meg amit a rozmarin, meg a kukufű, de hogy ezeknek ezen nyilvánvaló ö, pozitív ö, érzést adó tulajdonságokon felül is tudsz mondani valamit, ami fengsúlyi szempontból fontos lehet ezeket a növényeket, ezeket a kultúrákat a kertünkben tartani? Hát mindenféleképpen ugye a saját növénynek, a saját növényünknek a gyümölcse termése az egy életörömöt okoz. És hát szerintem bárhol a kertünkben, hogyha elhelyezzük, pozitív energiával tölti meg a kertünket. Tehát én azt mondom, hogy ha akinek egy kis kertje van, mindenféleképpen csináljon egy kis konyhakertet. Uh -huh. Pici beszél még a sziklakertekről, igen, a sziklakertek, hát azok az amorf alakú mm -hmm. kertek, amelyben. Tehát a sziklakertek építését? Én a nagyon, persze. Mert hogy azért ezt is nagyon sok helyen el lett rontva, hogy mint hogyha tudod egy ilyen, hát ugye, vagy a kertítóból szedték ki hozzá a földet, vagy hogy mit a én, tehát egy, egy sík felületen, egyszer csak ott van egy ilyen domb, és akkor hoztak hozzá általában ilyen hófehér olcsó sziklákat, és akkor azt beültették, mint a kövirózsával. rózsával. Kövi rózsával, mm -hmm. igen, de hát gyönyörű az a gyíkoknak a helye. Mm -hmm. Tehát ezzel semmi gond nincsen, hogy de az sem mindegy, hogy a kertünknek melyik részébe is ezt ki részére? kell számolni. Nagyon sokszor, sokáig előre tették általában előkertekbe. Hát délnyugati területre jó, meg az észak-keletire, meg sokszor jó a, a kertnek a közepére is behelyezni. Uh -huh. Tehát ez már egy magasabb szintű fengsúlyi gondolat, hogy miért éppen ebbe a tájakba érdemes ide elhelyezni egy kis kerti paddal. Amikor valaki engem fölhív, hogy akkor tehát kertelőzés vagy ilyenek, akkor mindig azt mondom, hogy a legtöbb dolgot azt a család összefogása meg lehet csinálni, el lehet növényt, meg lehet az interneten, hogyan kell, stb. A nagy kérdés az az, hogy a növény kihelyezés. Tehát akkor, amikor mindig ilyen utcafront van, akkor mindig én kiteszem a növényeket, vagy egy kertész kollega kiteszi a növényeket, mert ott tudni hogy melyik mekkorára nő na már most, hogy te ezt valamennyire nyilván tudod, mert hogy, mert hogy kertészkedsz, de hogy ö, te fengsúly szempontból valószínűleg máshova tennéd el a növényeket, vagy több dologra is figyelsz, mint mondjuk, mondjuk csak én, aki még csak kezdő fengsúlyi kertész vagyok, hogy, 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 az mekkorára fog nőni, hanem te figyelnéd azt, hogy annak milyen alakja lesz, milyen hatása van, tehát te ezzel, ezzel a szemüveggel nézel a növények kihelyezését? Igen. Tehát több dologra figyelek, hogy az lakóknak az energetikáját, az épületnek az energetikáját segítse az a növény, az a fa, az a bokor, amit erőltetünk. Szilvás Jürid Fengsői szakértő volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is.